Ragazzi, l'ho visto e poi e ora cosa non ti dico di persona kindulok ad ablakomnál szívok egy szál cigit, és a mai nap egy elég érdekes nap lesz, mivel be leszek oltva vakcinával, mégpedig orosszal. Szóval a mai nap ez lesz, tartsatok velem. Na szóval gyerekek, a helyzet nem változott, ez most csak egy ilyen kis bejelentés lenne, így 5-20 után, most 7 óra 20 van. 7:50-kor kellett volna eredetileg kelnem, de már annyira régóta vártam ezt a kicsezett vakcinát, hogy így, mikor regisztráltam be, február közepe, valahogy így, szóval már nagyon várom, és akkor majd a kórháztól újból jelentkezem. Nos, itt vagyok az oltópontnál, most várom a soromat, minden ilyen személyes adatot le kellett adni, szóval most várakozunk, majd még jelentkezem. Nos, 10 óra 9 perc van, vagy már 10 óra 10, nem tudom. Sikeresen beadatták a Sputnik nevezetes oltást, és május 1-én kapom a másodikat, ami meglepően gyorsan el fog jönni, majdnem egy hónap. Közben itt van egy kutya, aki nagyon ideges, mert a másik kutyát elvitték sétálni, ő pedig... hol van? Ja, kitakarom. Ott van. Ott ül, és napozik. Szóval igen, megkaptam az oltást. Hogy mit érzek? Hát, kis rosszul lét, tudjátok, ilyen, de semmi komoly. Mindenki nagyon jó fej volt, ő elkorrigáltak mindenhova, a 400 ágyason belül, hogy merre menjek, hány is az oltópontom, stb. Ilyen, ugye amit mondtam az előző ilyen kis videó bejátszásban, hogy személyes adatokat kellett kitöltenem, akkor be kellett x-elnem ilyen fasságokat, hogy betegség volt-e, voltál-e külföldön, vagy már faszom tudja, mik voltak, szöccse gyógyszert tartósan. Ha igen, akkor meg is kérdezik, hogy miért. Érdekes, mindegy. Mondjuk jó tudni. És hát nagyjából ennyi. Nos, itt lennénk még így este, gyors még így bejelentkezek, hogy mi a helyzet? Igaziból nagy változások nem történtek, mint amiket elmondtam reggel 10-kor, tehát semmi különbség. Egy minimális rosszul lét van, annyit elfelejtettem még, amikor megkaptam az oltást, ahhoz hozzátenni, hogy fáradékonyabb is vagyok, és ez lesz az első éjszakám úgy, hogy be vagyok oltva. Szóval kíváncsi leszek, hogy milyen lesz az éjszakám, per a többi éjszakám és a napom. Ja, és ki, meg mivel Sputnikot kaptam, ezért 3 napig nem ihatok alkoholt. Öcsém, mik vannak? Mik vannak? Szóval, hát, ja, ennyi. Röviden. Ha tetszett a videó, ne felejts el dobni egy lájkot. Ha szeretnél még több ilyen tartalmat, vagy gameplay tartalmat, akkor nézz körül a csatornán, az van sok. Ha szereted a vlogjaimat, akkor megiratkozz fel. Ha gameplayt, akkor is, ahogy érzed, kommentelj, nagyon sokat kommentelj, kíváncsi vagyok a véleményetekre. További jó éjszakát, mivel már 23:46 van, azért mondtam. Sziasztok!